Az egész ország fokozott figyelemmel kíséri a Dunán és mellékfolyóin levonuló árhullámot, ahogyan Berlinger Attila szekszárd polgármestere is. Itt állunk inna az úgynevezett Faddi teraszon, Faddi és Bogyiszló között a hajdani szekszárdi vízmű, ma már Erőv ZRT kezelésében álló szekszárdi víznyerő kutak mellett, ahonnan Szekszárd is ugye az ivó vizét nyeri. Éppen ezért azért tettük ide is jelenleg az Erőv ZRT munkatársaival ezt a bejárást, hogy meggyőződjünk arról, hogy ennek a víznyerő kutaknak a létesítésekor a maximális figyelemmel történt ezeknek a megépítése, hiszen egy olyan védett magasságba, olyan kiemelt helyszínekre épültek a kutak, amelyek még a legnagyobb, valaha mért legnagyobb vízállás felett is jóval magasabban helyezkednek el, így nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy a szekszárd ivóvíz ellátás veszélybe kerülhet. A dunamenti település abban a szerencsés helyzetben van, hogy közvetlenül az áradás nem érinti, hiszen biztonságos távolságra fekszik a folyó medrétől. A szekszárd ivóvíz ellátását 9 darab sekélyforradó parti szűrési kút biztosítja. Ezek a kutak, mint látható, a valamikor mért legnagyobb árvíz szinttől még följebb van 1-1,5 méterrel vízzáró vasbeton aknában. Ezek a szerelvények teljesen vízzáróvá vannak kialakítva, tehát igazából ha el is érné az ár, de ezen nem számítunk, mert az előrejelzések és a mérések alapján ugye 860-870-es vízre lehet számítani, ami körülbelül egy ilyen másik 2 méterrel lejjebb lesz, mint maga a kút aknának az alja. Takács Péter, az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű ZRT vezérigazgatója hozzátette, hogy felkészültek arra az esetre, ha az áramellátás akadozna. A mai nap folyamán kiépítésre került egy nagy teljesítményű áramfejlesztő, hogyha amennyiben az ár valamilyen oknál fogva a villamosenergia ellátást befolyásolná, akkor az áramfejlesztőkkel, az áramfejlesztővel biztosítani fogjuk tudni a kutak működését, így zavartalan lesz a város vízellátása. Szekszárd városában épített úgynevezett magas tárolók is állandóan feltöltött állapotban vannak, amelyeket a szakemberek folyamatosan ellenőriznek ebben az időszakban. Ezek a tárolók egy napig képesek ellátni a települést ivóvízzel.